Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk itt a Gyulaki Sarlós Boldogasszony templomban és a templomból is, hiszen a Mária Rádió közvetíti ezt a szentmisét. Szentmisét az evangélium üzenetéből kiindulva, meg a bevezető ének tartalmából kiindulva, megszületendő gyermekekért és gyermeket váró szülőkért ajánljuk föl. Milyen nagy öröm egy gyermeket várni egy szülő részéről, olyan nagy öröm, amikor az ember szívét és a lelkét fölkészíti arra, hogy az Úr megszülessen benne. Nek a mai bevezető éneknek van egy gyönyörű képe, az, a gyermeknek az arca, amelyik Istennek a szeretetét közvetíti felénk. Gyermek arcú Isten. Elgondolkozhatunk azon, hogy a gyermek arcú Istennek a mosolyát észrevesszük-e. Vagy ránk borul nagyon sokszor a sötétség a gondokból származóan, és nem veszük észre ezt a mosolyt, pedig ott van. Mit kell tennünk azért, hogy érzékenyé váljunk
arra, hogy ezt a mosolyt felfedezzük. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk, Istenünk, te szent Szűz születése által kinyilatkoztatta dicsőséges ragyogását a világnak. Engedd, kérünk, hogy a megtestesülés nagy misztériumát teljesíttel valljunk, és mindig áhítatos odaadással ünnepeljünk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a Bírák könyvéből. A Bírák korában volt egy Szoreából, Dán törzséből való ember, Mana volt a neve. Felesége magtalan volt, és nem volt gyermeke. Az Úr angyala megjelent az asszonynak, és így szólt hozzá: magtalan vagy, és nincs fiad, de fogansz majd, és fiút szülsz. Vigyázz tehát magadra, ne igyál se bort, se szeszes italt, és ne egyél tisztátalant, mert fogansz, és fiút szülsz. Borotva ne érintse fejét, mert ez a gyermek Nazír, Istennek szentelt ember lesz, anyja méhétől fogva. Ő lesz, aki majd elkezd Izraelt kiszabadítani a filiszteusok kezéből. Az asszony elment és elmondta férjének: megszólított Istennek egy embere, Isten angyalára hasonlított, olyan fönséges volt. Megkérdeztem tőle, honnan jött, de nem mondta meg nekem a nevét. Ellenben így szólt hozzám: fogansz és fiút szülsz, ezért mostantól ne igyál se bort, se szeszes italt, és ne egyél semmi tisztátalant, mert ez a gyermek Isten nazírja lesz anyja méhétől kezdve halála napjáig. Az asszony fiút szült, és Sámsonnak nevezte el. A gyermek felnőtt, és az Úr megáldotta. Az Úr lelkének ösztönzésére elkezdte működését a választott nép körében. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Heródesnek, Juda királyának napjaiban élt egy Zakariás nevű pap, aki Ábia papi osztályába tartozott. Felesége Áron törzséből származott, és Elzsébetnek hívták. Mindketten igazak voltak Isten előtt, és feltehetetlenül éltek az Úr parancsai és törvényei szerint. De nem született gyermekük, mivel Elzsébet magtalan volt, és már mind a ketten éltesebb korúak voltak. Amikor Zakariás egy alkalommal osztályának rendjében szolgálatot teljesített Isten színe előtt, ráesett a sors, hogy papi szolgálat szokása szerint az Úr templomában menjen, és bemutassa a tömjén áldozatot. A tömjén áldozat órájában nagy tömeg imádkozott a templomon belül, kívül. Akkor az áldozati oltár jobb oldalán megjelent Zakariásnak az Úr angyala. Láttára Zakariás zavarba jött, és félelem szállta meg. Az angyal azonban így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás! Könyörgésed meghallgatásra talált. Feleséged Elzsébet fiút szül, és Jánosnak fogod hívni. Örömöd és vigasságod lesz ő, és sokan örülnek majd születésének. Nagy lesz az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem iszik, sőt már anyja méhében betelik a Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít Istenünkhöz, az Úrhoz. Illés szellemében és erejében fog színe előtt járni, atyák szívét a fiak felé fordítsa, az engedetlenkedeket pedig az igazak lelkületére vezesse, és az Úr iránt készségessé tegye a népet. Zakariás erre megkérdezte az angyalt, mitől tudhatom meg mindezt, hiszen már öreg vagyok, és feleségem is éltesebb korú. Az angyal így válaszolt, én Gábor vagyok, az Isten szín előtt állok, aki azért küldött, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked az örömhírt. De mivel nem hittél szavamnak, amely majd valóra válik, annak idején megnémulsz, és nem tudsz beszélni a beteljesedés napjaig. A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy annyit késlekedik a templomban. Amikor pedig kijött, nem tudott megszólalni. Ebből megértették, hogy a templomban látomása volt. Intett nekik, de néma maradt. Mihely szolgálatának napja elmúltak, hazament. E napok után felesége Elzsébet méhében fogant, 5 hónapon keresztül titkolta. Így tett velem az Úr, mondta, aki arra méltatott e napokban, hogy elvegye szégyenemet az emberek előtt. Ezek az evangélium igéi. Istenségek, tegnap advent 4. vasárnapján egy angyal üdvözletet hallottunk, akkor Szent Józsefnek jelent meg az Úr angyala, és jelezte azt, hogy jegyese gyermeket fogalmi Szentlélektől. A mai evangélium is egy ilyen angyali üdvözletet állít elénk, itt Zakariást szólítja meg az angyal, Gábor angyal, és elmondja azt, hogy a felesége az gyermeket fogam. Érdemes néhány olyan részletet felfedezni ebből a szövegből, vagy elmélkedni rajta, ami a mi életünkre is hatással lehet. Az egyik ilyen üzenet talán a Zakariásra vonatkozik, hogyha az Úr megszólít minket, ha az Úr üzen számunkra, akkor nem szabad bizonytalankodni. Még akkor is, hogy a hihetetlennek tűnik a dolog. Hát itt is ugye egy rendkívüli eset, mind a ketten idősek már a feleségét magtalannak tartják. De az Úr üzen, az Úr valami küldetést a számunkra, akkor rá kell hagyatkozni. Hogy ráhagyatkozott az angyal Szara, a boldogságos Szűz Mária, meg Szent József is. Ő bizonytalankodik, ezért némasággal sújtja az Isten, talán azt is mondhatjuk, hogy ad neki lehetőség, egy kicsit elgondolkozzon az eseményeken, hogy beleéljen magát, hogy fölkészüljön erre a rendkívüli dologra. A másik ilyen fontos üzenet talán, hogy a,
az már Jánosra vonatkozik, keresztelő Jánosra, hogy igen, az igazi nagyságát nem az adja meg, a szöveg szerint, hogy nagy erkölcsi áldozatokat vállal, vagy önmegtakadásokat végez, hanem azért ilyen kiváló, mert az Isten kegyelme eltölti. És ez is egy ilyen üzenet számunkra, egy ilyen nagybőti, meg adventi üzenet is, hogy ha az Isten kedvébe akarunk járni, akkor elsősorban nem önmegtagadásokat kell végezni, hanem az életünket oda kell adni az Istennek. Az önmegtagadás az inkább következménye ennek. Szóval valakit nagyon szeretek, fölismerem azt, hogy mennyire szeret engem, akkor szinte abból következik az, hogy áldozatokat hozok érte. Ha valaki csak ilyen nagy elhatározásokat tesz, hogy különféle önmegtagadásokat végez, de annak nincs meg a ható ereje, ami segítséget ad neki, az nagy valószínűséggel el is bukik, másrészt pedig, hogy fogcsikorgatva fogja tenni, nem lesz benne öröm. De hogyha válasz ez az önmegtagadás a másik ember szeretetére, a Isten szeretetére, akkor az örömmel tölti el a szívét. És a harmadik talán egy apró részlet, de azért fontos, meg a mi életünkre is lehet alkalmazni, hogy mi lesz Jánosnak a feladata. János feladata ez lesz, illés szeremében és erejében fog szín előtt járni, atyák szívét a fiaik felé fordítsa, az engedetlenkedőket, az igazak lelkületére vezesse, és az Úr iránt készségesé tegye a népet. Minden közösségben, de családban is, nem véletlen, hogy itt az angyal ezt mondja, hogy az atyák szívét a fiaik felé fordítsa. Lehetnek ellentétek, érzelmi ellentétek, érdekellentétek. És nagyon fontos az, hogy ezeket az ellentéteket föl tudjuk oldani. És erre kap feladatot vagy küldetést János. És nagyon sokszor a mi feladatunk is az, amikor látjuk azt, hogy környezetünkben, családomban, egy közösségemben ellentétek vannak, akkor ezeket az ellentéteket feloldjuk. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha azokat az akadályokat, amik gátolják azt, hogy az emberek egymás felé forduljanak, vagy Isten felé forduljanak, azokat ugye eltoljuk. Segítséget adunk a másiknak, hogy meg tudjanak szabadulni ezektől az akadályoktól. Néha egy mosoly elég. Ez a gyermek Istennek a mosolya. Egy szelíd megjegyzés, egy bocsánatkérés, egy biztató tekintet. Elég ahhoz, hogy valakiben ez a belső görcs feloldódjon. És ő is képes legyen arra, hogy a másik felé forduljon, és hogy tudjon rá mosolyogni. Ez a hétköznapok küldetés, ez a mi küldetésünk, azt hiszem elsősorban. Imádkozzunk azért, hogy ezt egy kis dolgot, mert egy mosoly, egy kedves szó, egy bocsánatkérdés nem nagy dolog, de mégis nagyon nagy hatással lehet emberi kapcsolatunkra, hogy ezt teljesíteni tudjuk, és ezáltal mi is János követői legyünk. Amen. Testvéreim, Isten kínálkoztatása fényt hozott a bűn éjszakájában sínlődő világba. Az adventi hajnalok folyamán mi is kérjük az ő megvilágosító kegyelmét. Hogy kegyelmet fénye előzze lelkünkből a bűn sötétségét, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy tanításod világossága legyen útmutatónk és eligazítónk az életben, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy életünk példájával mi is világossága legyünk embertestvéreinknek, kérünk téged, hallgass meg. Hogy elhunyt testvéreinek fényeskedjék örök világosságod, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy földi életünk után dicsőséged fénye bennünk is felragyogjon, kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei atyánk, ezt a szentmisét elsősorban gyermeket váró szülőkért ajánljuk föl,
tudjanak együtt imádkozni, meg tudják nyitni szívüket, lelküket, és egy ilyen belső örömmel várják a gyermek megszületését. Hallgass meg, Urunk! Mindenható örök Isten, Te meg nem közelíthető fényességben lakozol, add, hogy kegyelmeddel mi is eljussunk mennyei dicsőség fényébe Krisztusra, mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Kérünk, Urunk, tekints kegyesen áldozati adományainkra, amelyeket oltárodra helyezünk, és szenteld meg isteni erőddel, amit mi gyarló emberek fölajánlunk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Őt előre hirdette a proféták szózata, és kimondhatatlan szeretettel hordozta a szűzanya. Az ő közelettét jelezte keresztelő János, majd bizonságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett. Ő megadja nekünk, hogy születésének ünnepét örvendezve várjunk, és így imádságban virrasztva, dicséretében újongva találjon minket. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra amírunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Sarlós boldogasszonnyal, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életben. És dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünké lett. Ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki eszes uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje
legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
azokkal együtt, akik távolabbról kapcsolódnak be a Szent Liturgiába. Mondjuk el közösen a lelki áldozás imáját, amelyet főpásztorunk írt. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk, hálás szívvel köszönjük ajándékaidat, mindenható Istenünk. Add kegyelmedet, hogy az eljövendő javakra vágyakozzunk, és üdvözítünk születésének nagy ünnepére, megtisztult lélekkel készüljünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Megköszönjük mindazoknak, akik fizikai értelemben vagy lelki értelemben jelen voltak ezen a Szent Misén, többek között a Mária Rádió hallgatóinak is, akikkel újra és újra együtt imádkozunk, együtt készülünk karácsony ünnepére. Megköszönjük ugyanakkor plébániánk gitáros énekkarának is, hogy énekükkel ilyen szépé tették ezt a mai hajnalt. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével!